A pályázatot minden évben meghirdeti a városi önkormányzat. A jelentkezéseket április 24-ig lehet leadni. A cél a város képjavítása. Ehhez nyújtanak segítséget. Két év óta már a úgynevezett műemléki jelentőségű területen, ami gyakorlatilag Magyaróvár belvárosa, illetve a történeti települési terület, ami magában foglalja például Moson belvárosát is, innen nem védett épülettel is lehet pályázni. A támogatás a külső homlokzat felújítására, a nyílászárokra és a tetőszerkezet cseréjére lehet fordítani. Az eltérő szintű védettséget élvező épületekre más és más előírások vonatkoznak. Műemlékeknél, védett épületeknél ez más jogszabály alapján nem így van. Műemléképületeknél, illetve a műemléki jelentőségű területen álló épületeknél minden esetben a Győri Örökségvédelmi Hivatal örökségvédelmi hozzájárulását kell megkérni. A helyi védett épületeknél pedig ilyen településképi bejelentési eljárás keretében a polgármester véleményét kell megszerezni. Az önkormányzat fontosnak tartja az épületek megőrzését és a városkép fejlesztését. Az elmúlt években számos helyi védettségű épület ennek köszönhetően újult meg. A szociális foglalkoztató épületét, illetőleg a mosoni területen még az Ostermayer óvoda mellett található, közvetlen szomszédságában található épületet, vagy a főutca, a Óvári főutcán is található több épület. A pályázatra 10 millió forint áll rendelkezésre. Itt még el nem végzett munkálatok során lehet igénybe venni a támogatást, és egy 50%-os önrész mellett, mondom, maximum 1 millió forintos támogatást lehet igénybe venni. A pályázatra magán, illetve önkormányzati tulajdonban lévő épületek egyaránt jelentkezhetnek. Az elbírálások május közepére várhatóak. A nyerteseknek az év végéig kell elszámolniuk az elnyert összeggel.